Kordiális üdvözlettel köszöntelek az ASA fényképészet csatornáján, Atesz vagyok. Ebben a videóban a Nikon Focus Shift Shootinggal fogunk foglalkozni. A Focus Shift Shootingra igazából a Focus Stackingnél lesz szükség, az könnyíti meg, de mi is az a Focus Stacking? Ez egy olyan képszerkesztő process, művelet, például a Photoshop rendelkezik ilyennel, hogy van egy adott téma, ugyanazzal a beállítással, ugyanabból a pozícióból van fényképezve, csak a fókusz az más síkban van, akkor ezeket a képeket a Photoshop össze tudja szerkeszteni egy darab képbe. Tehát tudsz olyan képet csinálni, ahol igazából minden fókuszban van. Rovásírásos emlékekből lehet tudni, hogy ezt régen úgy kellett csinálni, hogy leraktad az állványra a gépet, lőttél egy képet, aztán tovább toltad a fókuszt, lőttél még egy képet, aztán ezt ismételgetted 10-szer, 20-szor, 100-szor, ameddig mindent fókuszba raktál, amit szerettél. Szerencsére ma már ez automatizálva van, úgyhogy marha egyszerű, meg is mutatom. Na, de álljunk csak meg egy percre, merülhet fel benned a gondolat. Minek nekem szenvedni a Focus Shift Shootinggal, amikor van nekem mélységélességem, becsapom az F-et 22-re, aztán csókolom, minden éles lesz. Ez sajnos nincs így, a fizika nem teljesen így működik. Például, hogyha nagyon közelről, de nem kell makrószintekre gondolkodni, akarsz fotózni egy kisebb tárgyat, akkor egyszerűen F-22-vel sem tudsz teljesen fókuszba rakni mindent. Valamint arra is érdemes odafigyelni, hogy magas F-értéknél, hogyha becsukod nagyon a rekeszt, akkor előjön a diffraction effektus. Ez ugyebár attól van, hogy nagyon kicsi lyukon szűrődik át a fény, és ez azt tudja eredményezni, hogy nem lesz annyira éles a kép, minőséget is tudja rontani. Szóval, Focus Shift Shooting. És a való életben mikor érdemes ezt a beállítást használni? Leginkább tájképeknél és tárgyfotóknál. És akkor beszéljünk kicsit a beállításokról. Én, ha Focus Shift Shootingot akarok használni, akkor mindig manuálba állítom be a gépet, így tudom garantálni, hogy 100%-osan ne változzon az exposure, amikor a fényképezőgép készíti a különböző képeket. Ne legyen a frame-ek között változás. Ez egy éjszakai kép lesz, úgyhogy az exponálási időm az hosszabb lesz, jelen esetben 4 szek. A lencsén érdemes a legélesebb F-értéket beállítani, ez nagy általánosságban F8, legalábbis F8 körül van, de nyugodtan keressetek rá a neten arra a lencsére, amit ti használtok, hogy mi a legélesebb állapota. Vagy egyszerűen csak kísérletezzetek egy kicsit. A Focus Shift Shootinghoz fontos a fókusz mód, igazából az a lényeg, hogy ne manuál fókuszon legyetek. Én single AF-et használok, AFS a jele ugyebár. Az EF array módnál pedig célszerű valamelyik kisebb egységet választani, vagy single point, vagy a pin point, ugyebár ezzel be tudjátok lőni, hogy pontosan mire essen a fókusz. Arra kell figyelni a Focus Shift Shootingnál, hogy elsőnek, mielőtt elindítod a Focus Shift Shootingot, a legközelebbi pontra állítsd a fókuszt, mivel ez a mód azt csinálja, hogy tolja folyamatosan hátra, infinity felé a fókuszpontot. Mivel állványról fotózom, ezért a vibration reduction-t azt érdemes kikapcsolni. És akkor a Focus Shift Shooting, hogyha nem mentettétek ide le az eye menübe a Focus Shift Shootingot, akkor úgy tudjátok legegyszerűbben elérni, hogy nyomtok egy menüt, felmentek a shooting menüre. Ha a tetejére dob be titeket, akkor ajánlom, hogy ne lefele menjetek egyesével, hanem fölfele nyomjatok,
kettőt, és akkor ott is lesz a lista végén a Focus Shift Shooting. Az első opcióval azt tudjátok beállítani, hogy pontosan hány képet is szeretnétek, hogy a fényképező készítsen. Tájképeknél ez 2, 6, maximum 10 között biztonságos beállítani. Általánosságban el lehet mondani, hogy inkább több képet lőjetek, mint kevesebbet. Hogyha tárgyakat fotóztok közelről, vagy makróztok, akkor ez a szám akár több száz is lehet. A második opcióval azt tudjátok beállítani, hogy milyen nagy legyen az ugrás a különböző fókuszok között. Tájképeknél én az 5-4-3 között szoktam általában lépegetni. Több beállítást is érdemes kipróbálni egy-egy képhez. Hogyha tárgyat fotóztok vagy makróztok, akkor inkább az 1 és a 2 között érdemes próbálkozni. Az Interval Until Next Shoot-nál azt tudjátok beállítani, hogy az egyes fényképek között mekkora szünetet tartson a fényképezőgép. Ez igazából legtöbbször lehet nyugodtan nulla. Én most egyet fogok beállítani, mivel mozgó autók is, elmosódott autók is lesznek a fényképen, és így talán több variáció lesz benne. Hogyha vakuval fotóztok, akkor érdemes a vakunak az újratöltési idejét ide beállítani. A First Frame Exposure Lock-kal lokkolni tudjátok az első fényképnek a beállításait, de mivel én manuálba fotózom, ezért ez nekem off. Silent Photography az magától értetődő, én ezt onon szoktam hagyni. És a legutolsó opció a Starting Storage Folder. Ezt szerintem érdemes benyomni, mivel ilyenkor nyit egy új mappát a memóriakártyán a fényképezőgép, és oda fogja menteni az adott Focus Shift Shooting fényképeit. Ha szeretnétek, a számozást is tudja minden egyes alkalommal nullázni, én ezt nem mindig szoktam. Ha minden be van állítva, akkor mehet a start, és a fényképezőgép elkezd dolgozni. És nézzük is a képeket Lightroom-ba. Be is vannak töltve a sorozatok. Itt ugye látszódik, hogy az első képen hol a fókusz. Egész sok fókuszban van, úgyhogy van egy olyan sejtésem, hogy nem fog kelleni a sorozatból, csak maximum 3-4 kép, az is lehet, hogy kevesebb, mivel gyorsan el fog tolódni a fókusz. A második képen látszik, hogy a torony az még fókuszban van, vagyis most van fókuszban. A harmadik képen pedig hát az ott már elhomályosodott. Túl is lépett rajta. Itt pedig még homályosabb. Ha már tudjátok, hogy melyik képeket fogjátok felhasználni, egy pro tip, hogy Lightroom-ba adjatok a képekhez színeket. Én most a sárgát választom, és ez alapján lehet ugyebár szűrni is Lightroom-ba. Ha eddig tetszik a videó, akkor iratkozz fel, nyomj egy lájkot és nyomd meg a csengőt is. De még mielőtt beleugrunk a Photoshopba, mutatok egy példát a tárgyfotókra is, hogy ott is ugyanígy működik. Itt van az első képem, ugyebár a Nikon van fókuszba. A Nikon eleje. És az utolsó képen pedig ott a hátulja. Én most az editálás részen átugrottam, azzal nem mondhatlak, ez nem az a videó. Tehát megvannak a kiválogatott képeim. Kiválasztom az egybetartozókat. Itt igazából két képet szeretnék csak stackbe rakni. Utána kiválasztjátok az Edit In, és a layeres opciót válasszátok a menüben. Ez azt fogja eredményezni, hogy a képek megjelennek Photoshopban, és nem külön-külön, hanem egy darab file alatt a képek különböző layerek lesznek. A legelső, amit meg kell tennünk, hogy megbizonyosodunk róla, hogy biztos, hogy egymáson vannak a képek. Ezt az Auto Align-nal tudjátok megtenni. Nyugodtan hagyjátok autón. Nyomtok egy OK-t, és a Photoshop megnézi, hogy 100%-osan a két kép az pontosan ugyanúgy helyezkedik el egymás alatt.
Itt ugye én állványról dolgoztam, és Lightroom-ba csináltam egy kis croppot is. Úgyhogy nem sok változtatást kell tennem. De egyébként a Photoshop jelzi is kijelöléssel, hogyha valami el van csúszva, és a széleken láthattok üres területeket is, ezeket be kell kroppolni. A következő lépés az ugyanúgy az editbe, az Auto Align alatt lesz. Itt fog történni a Focus Stacking. Meg kell bizonyosodni róla, hogy a stacking van kiválasztva, és az alsó két opciót is hagyjátok be pipálva. Aztán mehet az OK. És egy kis gondolkodás után mercselte is a két layer-ömet. Látszik, hogy a hátsó épületek is fókuszban vannak. Ilyenkor igazából a Photoshop egy automaszkolást csinál. Meg is tudjátok nézni, hogy hogyan néznek ki a különböző layerek. Mindegyikből kitörli a nem fókuszban lévő részeket. És ezért van az, hogy amit látsz, ott minden fókuszban van. Hogyha egyébként valamit elrontana magától a Photoshop, akkor ezt könnyen tudjátok javítani. Rákattintatok a maszkra, és a brush-sal, az ecsettel, ugyebár a fekete-fehér színnel vagy hozzá tudtok adni, vagy el tudtok venni a maszkból, úgyhogy elég egyszerűen tudtok javítani. De nekem jelen esetben tökéletesen dolgozott, úgyhogy nem kell javítanom semmit. Tehát marha egyszerű a folyamat, megmutatom még egyszer most köntörfalazás nélkül. Kiválasztjátok a képeket, megnyitjátok Photoshopba layerekként, nyomtok egy Auto Align Layers-t, aztán összeblendelitek, és a hibás részeket azokat lekroppoljátok. És aztán mehet az exportálás. Első blikre ennyit kell tudni a Nikon Focus Shift Shootingról. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, hogy még több ilyen videót készítessek. Áldás békesség, a viszontlátásra!